Tisztelettel üdvözlöm a megjelent szép számú közönséget a mai ülésünkön, amelyik a Akadémia első magyar nyelv és irodalomtudományok osztályának nyílt ülése, és egyetlen napi rendi pontja van, ez pedig nem egyéb, mint Kenesei István professzor úr rendestagi székfoglaló beszéde. Külön is nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Lambanda alelnökasszonyt és Hudec Ferenc alelnök urat. Örülök, hogy a akadémia vezetése részéről ketten is részt vesznek ezen az alkalmon. Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a székfoglaló előadásról hang- és videófelvétel készül. Illetve még hadd jegyezzem meg, hogy tekintettel, hogy a már járványról nem beszélünk, hogy egyes helyeken háborúról nem beszélnek, de a maszk használatát melegen ajánlom mindenkinek. Én ugyan rossz példával járok elől, de mivel többször megszólalok, ezért nem veszek maszkot. Ezek után pedig nagy tisztelettel felkérem Plé Csabát, az MTA rendes tagját, hogy tartsa meg laudációját. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt tagtársak, tisztelt megjelentek és kedves előadónk, hogy kerülök én ide? Plé Csaba vagyok, pszichológus és nyelvész. Gondolom azért tisztelt meg a nyelv és irodalom tudományok osztálya, hogy én tartsam a laudációt, mert Ékis Katalin és Kertész András mellett én voltam Kenesei István tagtársunk rendes tagsági ajánlásának harmadik aláírója. Kenesei István 2016 óta az MTA levelező tagja, a Magyar Nyelvtudományi Kutatóközpont professzor emeritusa. Ennek az intézetnek 15 éven át volt igazgatója, több mint 4 évtizeden keresztül pedig a Szegedi Egyetem oktatója, doktori iskola vezetője és nagyhatású tanára, többek között igen fontos országos nyelvész doktorandusz konferencia sorozat szervezője. A hazai nyelvészeti és társadalomtudományi szakmai élet vezető egyénisége mind testületi munkáiban, mind szakmai publikációiban. Emellett nagy tekintélyű nemzetközi folyóiratok és könyvsorozatok szerkesztője és nemzetközi nyelvészeti fórumok vezető képviselője. Igen sokat tett azért, például az Approaches to Hungarian könyvsorozat szerkesztőjéként is, hogy a magyar, mint tárgynyelv a nemzetközi nyelvészeti mérlegelés és elméletalkotás fókuszába kerüljön. Közel 400 nemzetközi hivatkozása van például társszerzőkkel angol nyelven készített magyar nyelvtanának. Levelező taggá választása óta közleményének száma mintegy 50-nel, idézettsége több mint 700-al gyarapodott. Sorozat szerkesztője az Amsterdam University Pressnél megjelenő Comprehensive Grammar Resources és a Hungarian Comprehensive Grammar köteteinek. Szűkebb szakterülete a mondattan. A magyar mondatbeli fókusszal foglalkozó dolgolatai igencsak fókuszba kerültek, 400 feletti nemzetközi hivatkozást kaptak. Másik fontos területe az általános nyelvelmélet. A nyelvi rendszer és más kognitív rendszerek közötti kapcsolatot elemzi a modern nyelvészet szakmák közötti beágyazását képviselve. Nagy visszhangot váltott ki az általa szerkesztett és részben írt kötet, melynek fejezetei Noam Chomsky 90. születésnapja alkalmából a generatív nyelvelmélet interdisziplináris beágyazását és általános tudományos és társadalmi hatását elemzik. Az utóbbi évtizedben a magyar alaktannal kapcsolatos kutatásai a szófajok új felfogását alakították ki, természetesen, mint egy szintaxisból induló embernél, természetesen az új szófaj elmélet a mondat problémájából indul ki. A mondattan és a szótár érintkezés területeinek finomabb elemzését eredményezték ezek a munkái. Kiemelkedő szakmai teljesítményét elismerve, az MTA 195. közgyűlésén az akadémikusok ülése Kenesei Istvánt az MTA rendes tagjává választotta.
Kenesei István taktársunk munkájának sokrétűségét mutatja, hogy most sorra kerülő székfoglalójában ismét egy új és ugyanakkor interdisziplinális beágyazású témával jelentkezik. A témát nem árulom el, hogy legyen ez István meglepetése számunkra. Köszönöm. Sajnos ezt a lehetőséget el kell vennem a jelöltől, ugyanis fel kell konferálnom, hogy most következik, és tisztelettel felkérem rá Kenese Istvánt, hogy tartsa meg székfoglaló előadását, melynek címe Van képünk hozzá? Nyelv, jelentés, vizualitás. Parancsolj! Mindenek előtt köszöntöm alelnök asszonyt, alelnök urakat, a megjelent hallgatóságot, és köszönöm Plécsaba szép szavait. Én mindig arra emlékeztettem magamat boldogult igazgatókoromban, hogy egy köszöntő az nem szabad, hogy összekeveredjen egy nekrológgal. Hál' Istennek Plécsaba ezt nem keverte össze, úgyhogy ezt külön köszönöm. Bocsánat, előre megyünk. Ez a rövid összefoglaló, ami alatt elmondom, hogy miért rendhagyó ez a székfoglaló előadás. Aki nem olvasta volna az összefoglalót az akadémia honlapján, az most átfuthatja és eldöntheti, hogy akar-e itt maradni erre a közel egy órára. Azért rendhagyó, mert a székfoglalók általában arról szólnak, hogy mit végzett el az ember a életében, vagy az utóbbi években, milyen kutatásokról tud beszámolni. Ez a székfoglaló nem erről fog szólni. Arról fog szólni, hogy milyen érdekes problémákat vet föl egy viszonylag újonnan felfedezett jelenség, és hogy ennek milyen következményei lehetnek a nyelvtudomány számára. Ez itt a rövid foglalat, hogy miről lesz szó. És kezdjük a történetet 1880-nál, ezt a szakirodalomból lehet tudni, amikor is egy Francis Galton nevű, hát pszichológus, szociológus, földrajztudós, statisztikus, hogy csak a jobbik oldalát említsem, mert aztán fajelmélettel is foglalkozott, szóval egy igazi polihisztor társasági beszélgetésben felfigyelt arra, hogy vannak bizonyos emberek, akik nem tudnak emlékezni képszerűen dolgokra. Írt ebből egy cikket 1880-ban, a Mind című azóta is híres folyóirat 5. számában, és azt találta, hogy az emberek különböző erősséggel idéznek fel képeket az emlékezetükben, továbbá igyekezett tesztekkel kimutatni az általa élénkségnek, vividness nevezett tulajdonság meglétét, például a felidézett kép világossága, színárnyalatai és körvonalainak élessége alapján, és statisztikákban foglalta össze az eredményeit. Nagyon sok emberrel csinált ilyen felmérést, és nagyon alapos felmérést csinált, de nagyon érdekes módon bizonyos embereket idézett is, és egy ilyen idézett szerepel dőlt betűvel az egyik megvizsgált szemétől, aki szintén tudós volt. Én csak a féle szóképnek tartom, amikor megpróbálom leírni az emlékemet egy eseményről mentális képformájában, amit a lelki szemeimmel látok. Azt ugyanis egyáltalán nem látom. Ugyanúgy, ahogy azt sem látja Szofoklész ezernyi sorát, aki ha úgy adódik, kész felmondani azokat. Galton cikke gyakorlatilag hatástalan maradt, jól lehet, még Bertrand Russell is hivatkozott rá 1919-ben, majd 3 évvel később két párizsi ideggyógyász, Charcot és Bernard 1883-ban megjelentett egy cikket Monsieur X-ről, Monsieur X-nek nevezett személyről, aki egy olyan állapotváltozásról számolt be, hogy nem tudott felidézni képeket, arcokat, épületeket. Ez is visszhangtalan maradt. Majd, ahogy a szakirodalomban olvasni lehet, 1854-ben egy ismeretlen keresztnevű, kezdője betűs keresztnevű, Brain nevű tudós beszámolt róla, hogy egy építész az autóbalesete után már nem tudta felidézni a tervrajzokat, vagy az ismerős útvonalakat.
Aztán 1985-ben Botez is munkatársa, egy 38 éves tanárról közöltek cikket, aki születése óta képtelen volt képeket felidézni. Jól lehet percepciós képessége és vizuális memóriája, semmilyen deficitet nem mutattak. Ezek mind-mind egyedi esetek maradtak, még egy 2006-os cikk is, amely kifogásolta azt, vagy kritizálta a Gold annak a kísérletét, hogy nem minden természettudósnak nincs vizuális memóriája, és így tovább. Egészen addig, amíg jött egy új kezdet, ezt MX történetének lehet hívni. És a sztori így kezdődik. 2005-ben egy 65 éves nyugdíjas edinburghi mérnök koszorúér elzáródás miatt műtétnek kellett, hogy alávesse magát, amelynek során felszámolták az érben talált elzáródást. Az operáció sikerült, és bár közben ez az építész fura visszhangokat érzékelt a fejében, illetve bizsergést a fülében, erről nem szólt a kezelő orvosának. Pár nap múlva azonban a szakirodalomban MX-nek nevezett páciens észrevette, hogy ha behunja a szemét, csak sötétséget lát. Pedig azelőtt büszke volt magára, hogy munkájában milyen nagy hasznára válik, hogy fejben tudja tartani az általa ellenőrzött épületek apró részleteit is. Esténként pedig, ha aludni készült, végigfuttatta a fejében az aznapi eseményeket, mintha mozifilmet látna. Ezentúl azonban mindenre képtelen volt. MX felkereste Adam Zeement, az Exeteri Egyetem neurológusát, aki a tüneteit érdekesnek találta, és egy neurológus kollégáját bevonta, hogy megvizsgálják MX-et, akit aztán számos tesztnek vetettek alá, MX reakcióit és fMRI, ez a képalkotó eljárás eredményeit, a vele életkorban, foglalkozásban és itt tovább párosított 10 fős kontrollcsoporttal vetették egybe. Megállapították, hogy mindenben egyformán teljesít a kontrollcsoporttal, kivéve, hogy nem látta a képzeletbeli feladatokat, de fejben el tudott forgatni háromdimenziós tárgyakat, ismerős tájakat le tudott írni, meg tudta mondani, milyen színű Tony Blair brit miniszterelnök szeme, és így tovább. Az általuk akkor még vak képzeletnek nevezett jelenséget, ismertető cikküket 2010-ben publikálták, de ez nem maradt visszhangtalan. Miért? Zeeman csoportjának a cikke megmaradt volna a szaktudomány szűk berkeiben, ha Carl Zimmer, tudományos újságíró, nem közül egy rövid és olvasmányos összefoglalót róla a Discover című amerikai népszerű magazinban. Ám Zimmer egymás után kapott leveleket olyanoktól, akik nem MX-hez hasonló módon jártak, hanem akik egész életükben képtelenek voltak mentális képeket alkotni. A jelentkezéseket körülbelül 20-21-et az újságíró Zeeman címére továbbította. A kutatócsoport ezek után egy kérdőívet küldött szét a jelentkezőknek, majd a vizsgálatokról 2015-ben publikált egy nagyhatású cikket, amellyel elindult az általa a fantáziának nevezett jelenség vizsgálata szerte a világon. Jelzem, 2015-ben ugyanez a Carl Zimmer a New York Times-ban publikált róla egy népszerű olvasmányt, aminek a következményeképpen egy 2021-es beszámoló szerint 14 ezeren jelentkeztek Zimmer és csoportjánál, az Exeteri csoportnál ilyen tünetekkel. Zeeman az afantázia elnevezést az Arisztotelész által már a De Animában leírt fantázia, vagyis képzelet szót alapul véve, és az annak hiányát jelző a fosztóképző összerakásával alkotta meg, és ez köti össze az én előadásomat Kecskeméti Gábor szeptemberi székfoglalójában, ahol szintén a fantáziáról volt szó, és ha még decemberben Talján Tibor taktársunk is megemlíti egy zeneműben a fantáziát, akkor teljes lesz az összhang az idei székfoglalók között. A kutatás 2015 után, mint mondtam, szerte a világon meg, Magyarországon is, ahol az itt jelenlévő Kovács Ilona akadémikus kutatócsoportja dolgozott ki teszteket, és végez kísérleteket már évek óta, többek között annak a segítségével, hogy létezik egy afantázia nevű honlap, amely bárki számára elérhető, és amin le lehet futtatni ezt a Vividness of Visual Imagery Questionnaire című tesztet. És akkor most, ha valaki részt akar venni egy ilyen kísérletben, azt kérem, hogy csukja be a szemét. És képzeljenek el egy lovat.
megvan, akkor ki lehet nyitni. És ez egy kérdés ebben a questionnaire-ben. Az alábbi képsorozatból melyik áll legközelebb az ön által látott képhez? És akkor választani lehet ezek közül. És a teszt megy tovább ilyen kérdésekkel, amit szintén erről az afantázia.hu honlapról töltöttem le. Egy, egyáltalán nincs kép, csak tudja, hogy mire gondol. Kettő, elmosódott és halvány. Három, valamelyes tiszta élés, éles élénk, nagyjából tiszta éles élénk. Olyan tiszta éles, mintha valóban látná, és itt tovább. És akkor jönnek a további kérdések, csukja be a szemét, gondoljon egy rokonára vagy egy barátjára, akit gyakran lát, de aki épp nincs önnel, vizsgálja meg az elképzelt képet, jellemezze a fenti öt szempont szerint, megvannak az arca, feje, vállak, pontos körvonalai, jellemzőfet, és így tovább, végig lehet olvasni. És akkor következő témák, napfelkelte, utcai, bolt és az összes részletei. Látjuk-e ezeket a lelki szemünkkel, amit én, Nyíri Kristóf sokkal jobb fordítása alatt az elme szemeinek, az elme szemének hívnék. Aki az alsó végletnéhez áll közelebb, azok az a fantáziások. De vannak azok, akik nagyon élesen látnak minket, és ezeket hiperfantáziásoknak hívjuk. Itt van egy további kísérlet, ami kimutatja az a fantáziát. Mutatnak egy képet a kísérleti személyeknek, majd megkérik őket, hogy a képet látva rajzolják újra a képet. Ilyen lesz egy a fantáziásnak az újrarajzolása, igen éles, igen szép. Ilyen lesz egy kontrollszemélynek, neurotipikus kontrollszemélynek a rajza, de nem is ez az érdekes. Az az érdekes, hogy a kontrollszemély az körülbelül ilyet fog lerajzolni emlékezetből, az a fantáziás meg körülbelül ilyet, amire rá is írja az, hogy ez itt bed, vagyis ágy, az meg window, vagyis ablak. Sokszor le se rajzolja, csak odaírja. Vagyis az afantáziás résztvevők memóriarajzai kevesebb tárgyat és kevesebb tárgyi részletet, például színhasználatot tartalmaztak, szemben a tipikus képzelettel rendelkező egyénekkel, akik több tárgyat rajzoltak és több színt használtak a rajzaikon. Az afantáziás résztvevők több írásbeli címkét vagy leírást is használtak a rajzaikon, például az ágy vagy a szék szavakat írták oda, ahelyett, hogy lerajzolták volna az adott tárgyat, ami arra utal, hogy az afantáziás résztvevők a vizuális emlékezet helyett alternatív stratégiákat használhatnak, például verbális kódolást vagy reprezentációkat. Csak hogy az önbevallásos teszt, az valami olyasmi, amit a neuropszichológusok nem nagyon szeretnek. Szükség lenne objektívebb kritériumokra. Az egyik ilyen a binokuláris rivalizálás, vagyis a két szem közötti versengés, amely esetben a két szemnek különböző ábrákat mutatnak. Az agy, ugye a normál esetben a látás úgy működik, hogy a sztereolátásban picit különböző képek kapunk a két szemünkön át, majd az agy ezt összerakja. De ha egészen különböző képeket kapunk a két szembe, akkor bizony gondban van az agy, és akkor az egyiket kiválasztja a normál személyeknél. Na most nem megyek bele ennek a részleteiben, nem is értek hozzá, hogy bevalljam őszintén, de az afantáziásoknak kreált teszt, két nagy csoport van, akik a fantáziát kutatnak, az egyik Exeterben, a másik a világ másik végén Új-Dél-Walesben, ezt, ha jól emlékszem, az Új-Dél-Walesi csapat találta ki. Azt mondjuk a vizsgálati személyeknek, most koncentráljanak a kék színre. Csukják be a szemüket, koncentráljanak a kék színnek, megmutatjuk nekik ezt az ábrát, és akkor ők a kék ábrát fogják látni, a normál, tehát a neurotipikus személyek a kék ábrát látják. Na de mit csinál az afantáziás, aki nem tud kék színre koncentrálni, ő nem látja, ő nem tud dönteni. Tehát ő mind a két ábrát fogja látni. Ezt a kísérletet egészítik ki Kovács Ilona és munkatársai a szemmozgás követővel, tehát még kevésbé van hatása annak, hogy mit gondol, mit mond a vizsgálati személy, hanem gyakorlatilag automatizálni lehet, hogy mi történik.
A másik az, hogy funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eljárásokkal vizsgálják a kontrollszemélyek és az afantáziások agyterületeit, és arra a következtetésre jutnak, hogy a hiperfantáziások, tehát akik a felső végletetben vannak, és a kontrollcsoportban egyes területek erősebben vannak aktiválva, mint az afantáziás csoportban. Ugye balra van az első ábrán, balra vannak a hiperfantáziások, és jobbra vannak az afantáziások, a másodikon balra vannak a kontrollok, és jobbra vannak az afantáziások. És mellette még azt is találták, hogy az inaktivitás alatti fMRI vizsgálatnál erősebb konnektivitást mutat a posterior vizuális hálózat, vagyis a hátsó, a látó központ, és a prefrontális régiók között, ami az akaratlagos cselekvést szabályozza, és ez erősebb a hiperfantáziás személyeknél, mint az a fantáziásoknak, ennek lesz jelentősége később is. Akkor lépjünk tovább, és lássuk, hogy mi jött össze az afantázia vizsgálatából idáig. És most sorolom az eddigi felfedezéseket. Az afantázia lehet vele született vagy szerzett. Utóbbi esetben ez az MX esete, például egy nagyobb operáció következtében, vagy mert olyan mentális trauma érte az érintett szemét, amitől az megszűnt mentális képeket látni. Beszámolt egy havai illetőségű amerikai úriember arról, hogy gyerekkorában mindig elgondolkozott órán, és mindenfajta képeket látott, és ezért a tanára az akkori szokás szerint egy nádpálcával mindig rácsapott. És ezt addig folytatta, amíg megszűnt ilyen képeket látni, eltűnt. Tehát gyakorlatilag a fantáziás lett, hála a tanárának. Lehet egy vagy több érzékelési módra kiterjedő, látási, hallási, szaglási, ízlelési vagy tapintási is. Az eloszlása a normál személyeknél, a nem a fantáziásoknál egy szép Gauss-görbét mutat. Ugye fönt vannak ez a VVIQ, tehát a vividness, az élénkséget vizsgáló kísérlet, és egy nagyon szép Gauss görbe, egy harangábra. Az afantáziások viszont itt vannak, valahol nagyon lent. Ők nagyon keveset tudnak felidézni. A becslések ilyen vizsgálatok alapján azt mutatják, hogy a népességnek 1-5%-a és általában a többség 2%-ra teszi az afantáziások számát. Tessék végig mondani, hogy ez Magyarországon azt jelenti, hogy van 200 ezer afantáziás Magyarországon. Van, aki álmában se lát képeket, de van, aki igen. Lényegében a mentális képek akaratlagos felidézése van korlátozva a fantázia esetén. Számos képzőművész a fantáziás. Ők csak aktuális látási élményei alapján tudnak ábrázolni, emlékezetből nem. Mások pedig épp ellenkezőleg, más képzőművészek éppen ellenkezőleg hiperfantáziásokat. Sokan az úgynevezett STEM szakmákban dolgoznak, természettudományi mérnöki területeken, vannak közöttük hírességek, mint a felső ábrán látható Craig Venter, a Human Genome Project megalapítója, vagy az alsó ábrán látható Oliver Sacks, az ismert neurológus és író, vagy Blake Ross, a Facebook fejlesztő informatikus, aki később még szóba jön. Általában gyenge epizodikus memóriával rendelkeznek, azaz az életükben korábban átélt vagy tapasztalt eseményekre egyáltalán nem, vagy kevésbé jól emlékeznek vissza, mint a neurotipikus kontrollszemélyek. A mentális téri feladatokban egy részük alul teljesít, más részük téri emlékezete azonos szinten van a neurotipikus kontrollszemélyekével. A tárgyak felidézése sokkal rosszabb eredményeket ad, mint a téri viszonyokra való emlékezés. Ez Q és Pearson, ez megint az ausztrál csapatnak az eredménye, akik azt mondták, hogy ez a fantáziásoknak súlyos hiányosságai lehetnek a ventrális, vagyis a mi pálya, de nem a hol pálya vonatkozásában, vagyis elkülönül a kettő egymástól. Egyenesági rokonok között gyakoribb, genetikai meghatározottság lehetséges, ezt az Exeteri csapat állapította meg. A mentális forgatás feladatban, ez Shepherd és Messler, ez egy több mint 50 éves kísérlet, sokuk jól teljesít, de más stratégiával, mint a neurotipikusok, ez MX esete is megmutatta. A mentális forgatás az úgy működik, hogy megmutatjuk ezt az ábrát a kísérleti személynek, ezt az ábrát aztán eldugjuk, majd megkérdezzük őket, hogy ezek közül melyik felel meg
az előbb mutatott ábrának. Tehát emlékezetről van szó, téri emlékezetről. Az a fantáziások rosszabbul teljesítenek, mint a nem a fantáziások az összes vizsgált emlékezeti komponensben, azaz a vizuális és a verbális rövidtávú, illetve hosszútávú memóriában. Ezt egy Bonni csapat állapította meg, és én kételkedem benne, de ezt majd megbeszélem a szakértőkkel, mert csak szólistákat vizsgáltak, semmilyen más emlékezeti fel, tárgyakat mutattak fel és szólistákat, de itt, hogy úgy mondjam, the jury is still out. Az életkorral növekszik az a fantáziára való hajlam, ezt Gulyás Erzsi, aki remélem itt van, és társai a magyar csapatban fedezték föl egy nagyon érdekes cikkben. Tehát ahogy öregedünk, úgy leszünk egyre inkább a fantáziásak. Ezt a gyönyörű süllyedést mutatja, a csillagok azt mutatják, hogy különbségek szignifikánsak, és ez a nagyon szép ábra mutatja azt, hogy ahogy megyünk előre az életkorban, 11, 14, 25, 35, 45, 55, úgy egyre kevesebben lesznek a hiperfantáziások, és egyre többen az afantáziások. A látókéreg másként működik, mint a neurotipikus kontrolloknál. Kevésbé koncentrált, nagyobb területen szétszórtabb jelzések vannak, és gyengébb a kapcsolat a tudatos döntésekért felelős prefrontális kéreg és a látókéreg között. Vagyis ez a kapcsolat gyengébb az a fantáziásoknak, vagyis akaratlagosan nem tudnak képeket felidézni, jól lehet álmodni tudnak. És akkor most elérkezünk, 20 perc után a fő kérdésre. Ez volt az előkészítés, hogy úgy mondjam, az ismeretterjesztés. De miért nem vettük őket észre korábban? Mert például ők maguk se tudtak róla. Amikor mások az elme szemeit, ugye a mind's eye emlegették, vagy azt, hogy mentális képeket látnak, az afantáziások úgy vélték, hogy azok metaforikusan beszélnek róla. Idézett egy afantáziás beszámolójáról. Valójában nem azt fedezzük fel, hogy a fantáziánk van, inkább azt fedezzük fel, hogy a legtöbb embernek nincs. Nekem fogalmam sem volt arról, hogy az emberek képesek vizualizálni. Egészen egy évvel ezelőttig, amikor a fiammal beszélgettem, aki elmondta, hogy miket képzel el. És nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg látja őket. Először nagyon aggódtam, mert azt hittem, halucinál. Olyan lehet számukra, mint például a színtévesztők. Ha nem világosítjuk fel őket arról, hogy ők színtévesztők, akkor ők nagyon jól megvannak a világban. A színtévesztést egyébként először egy brit kémikus, autodidakta kémikus, John Dalton írta le, azért autodidakta, mert ő dissenter volt és nem járhatott Angliában egyetemre. Ő fedezte föl a legenda szerint úgy, hogy egy kvéker temetésen csiricsári ruhában jelent meg. A családjában a testvére is színtévesztő volt, és akkor ő írt erről egy cikket 1794-ben, ha jól emlékszem, és annak ellenére nem végzett egyetemet, a Royal Society tagja is lett, és egy csomó érdekes kémiai felfedezést tett egyébként. Vagy ott van az amúzia, ezt a szót direkt kikerestem szótárból, hogy hívják ezt elegánsan, ezek magunk között szólva a botfülűek. Tehát az, akik nem tudnak különbséget tenni zenei hangok között, ha nem mutatjuk rá, ha nem tesszük be őket az énekkarba, és nem üvöltenek föl hamisan, akkor ők nagyon jól megvannak az ő saját botfülőségükkel. Tehát amíg nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy az adott képességre szükség van, addig mindenki másról azt feltételezik, hogy olyanok úgy látnak, hallanak, gondolkodnak, emlékeznek, mint ők. Viselkedésbeli vonatkozásokban általában nem térnek el a környezetüktől az a fantáziások. És ami nekünk fontos, nyelvi teljesítményük alapján nem különülnek el másoktól. És miért érdekelik számunkra? Mert az a fantázia egy olyan filozófia, pszichológiai és nyelvtudományi vitában szolgáltat érvet, amely évszázadok, ha nem egyenesen a görögök óta alakítja felfogásunkat, a gondolkodásunk. Én most adok itt egy ilyen tiszteleti listát mindazokról a filozófusokról, akiknél a képi gondolkodás fontos szerepet játszott. Platón, Arisztotelész, Aquinoi, Szent Tamás, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, Gilbert Ryle, és folytatható. Amit fölidézek,
az a két brit empiristának a vitája, részben azért is, hogy visszaemlékezzem arra az időre, amikor Altrichter Ferenc posztgraduális, féllegális szemináriumára jártunk, ő válogatta a Bartli kötetet, ahol egyébként Faragó Szabó István is jelen volt, aki ezt a kötetet szerkesztette. És DNS Valéria, akit hosszú élete végén én még hallottam előadni, valamint nagyon jó barátomra, Fehér Mártára, aki a Bartlit fordította. És lássuk, mind a ketten hittek az ideákban természetesen. Locke azonban az általános ideákat is képekként fogalmazta meg, és most idézem őket, nem szolgáltatok itt igazságot ezekkel a rövid idézetekkel nekik, de hát ennyire van időm. A szavak, mondja Locke, a maguk elsődleges és közvetlen jelentésében semmi egyebet nem képviselnek, mint a beszélő elméjében lévő ideákat. Akármilyen tökéletlenül vagy gondatlanul vannak is az ideák összeszedve azokról a dolgokról, amelyeknek ábrázolatául tekintjük őket. A szavak úgy válnak általánosakká, hogy általános ideák jeleivé tesszük őket. És az ideák úgy válnak általánosakká, hogy elválasztjuk tőlük térbeli és időbeli körülményeiket, és minden más olyan ideát, amely erre vagy arra az egyedi létezésre határozhatná meg őket. Egyszerű ideákat csupán maguknak, a tárgyaknak az elménkre gyakorolt benyomásaitól kaphatunk az adott fajtához tartozó úton át az adott érzékszerveken keresztül. Ha ezen az úton nem jutnak be, akkor a világon létező összes szó sem lesz képes arra, hogy bármelyikük nevének megmagyarázása vagy meghatározása céljából azt az ideát támassza bennünk, amelyet a szóban forgó név képvisel. Bartli, aki, mint mondtam, maga is ideahívő volt, akit Ian Hacking egy ügyes fordulatával úgy hív, hogy Bartli nem idealista volt, hanem ideaista. Először is, mondja Bartli, sokan úgy gondolják, hogy minden név egyetlen pontos és rögzítes jelentéssel bír, vagy ilyennel kell bírnia. Valójában azonban nem igaz az, hogy minden általános névhez egyetlen pontos és határozott jelentés fűződik, mivel mindegyikük számos különös ideát jelölhet egyszerre. Ez egy nagyon modern gondolat. Bartli folytatja. A háromszöget például úgy definiálják, hogy az egy három egyenes vonal által közrezárt sík felület. Mi által a név egy bizonyos és nem valamely más idea jelölésére korlátozódik. De, mondja Bartli, egy dolog egy nevet állandóan ugyanahoz a definícióhoz sorolni, és egészen más azt mindenütt ugyanannak az ideának a helyébe állítani. Az egyik szükséges, a másik haszontalan és kivihetetlen. Szóban és írásban ugyanis többnyire úgy használjuk a neveket, mint a betűket az algebrában. Ahol ugyan minden betű egy bizonyos különös mennyiséget jelöl, ám a helyes eljárás nem követeli meg feltétlenül, hogy minden betű minden lépésben ugyanazt a különös mennyiséget jelölje, mint korábban. A képpártiak és a képellenesek között el lehet helyezni a filozófusokat és a pszichológusokat, amit az Exeteri csapat egyik cikkében meg Kiszek és társai 2016-ban megtett. Itt sok név van és apró kis idézetek köztük, de miután ez alig olvasható onnan, én kivettem a neveket és kétfelé osztottam őket. A képpártiak, vagy nevezzük úgy képimádók között, ott van Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, David Hume, Francis Galton, Stephen Koslin, az ismert neuropszichológus, a kihívások, vagy képellenesek, vagy képrombolók között, ott van Platon, a behaviorista John B. Watson, az ordinary language philosopher Gilbert Ryle, Ludwig Wittgenstein, Zenon Pilisin, aki ugye Koslinnal volt van nagy vitában, a filozófus Daniel Dennett, a neuropszichológus Michael Tye, és Bennett és Hacker, ők csak a kezdőbetűiket adják meg mindig, bár igazából ő Peter Hacker, ezt ki lehet deríteni. Az egyik neuropszichológus, a másik filozófus, ez egy eléggé friss könyv. Tehát van ez a kettéosztás. Na de itt még mindig nem vagyunk ott, ahol nekünk lennünk kéne, és már fél órája beszélek. Mert a nyelvi reprezentációról is ugyanezt ki lehet állítani.
hiszen a 20. századi nyelvészetben tudjuk jól, hogy Saussure és a magyar Ullmann István, Stephen Ullmann a fogalom, az idea, a képzet fogalmaira támaszkodtak. A Bloomfield és Harris a behaviorizmust követve elvetették a jelentést, és csak a használatot tartották fontosnak. A Frege-i vonalat követő Chomsky és a Chomsky vonalat követő Katz-Fodor az igazságelmélet szemantikát vallották. Majd ezt kiegészítve, vagy továbbfejlesztve, Austin, Searle, Grice a pragmatika és a beszédaktusokat fejlesztette tovább. Majd a másik oldalon, a képbarátok oldalán jött a Frame Semantics Chuck Fillmore-tól, a prototípus szemantika Elinor Roche-tól, és az egész kognitív nyelvészet, a képi sémák, a fogalmi metaforák elméletével, Ronald Langecker és Lakoff és Johnson. És mi is megkelhetjük ezt a kettéosztott ábrát. A mentális képek és a megtestesülés oldalán, a gestaltok oldalán, ott látjuk Saussure-t, Ullmann-t, Fillmore-t, Elinor Roche-t, Langecker-t, Lakoff és Johnson-t. A másik oldalon a logikai propozíciók, a használat oldalán ott látjuk Bloomfield-et, Searle-t, Grice-t, Katz-Fodort, Richard Montague-t és Jerry Fodort, aki a gondolkodás nyelvét írta le. És összefoglalóan a bal oldalról, akik között olyan liberálisok is vannak, mint Lakoff, a bal oldalról azt állíthatjuk, hogy a kognitív nyelvészek szakítanak a gondolkodás nyelvének a híveivel, és tagadják, hogy a gondolkodás a propozicionális, vagyis mondatszerű mentális reprezentációknak az igazságfeltételeken alapuló és szintaktikailag meghatározott következtetési szabályok szerinti kezeléséből állna. Ez egy jó hosszú mondat volt. Szerintük a fogalomalkotás a tudattalan mentális képek kezeléséről szól, hogy a konkrétan leképezett fizikai tárgyak és helyzetek helyettesíthessék azokat az absztraktabb tárgyakat és helyzeteket, amelyeket megpróbálunk megérteni. És itt következik a közvetlen motivációja ennek a mai előadásomnak. Az MTA 2016-ban szokásos tavaszi közgyűlési előadásain az első osztály egy olyan című konferenciát szervezett, hogy módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban, a bölcsészettudományokban. Nyíri Kristóf, aki sajnos nem lehet itt személyesen jelen, de úgy tudom, otthonából követi ezt az előadást, és én innen üdvözlöm szeretettel, és kívánok neki jó egészséget. Nyíri Kristóf a képi reprezentáció a gondolkodás történetében és a képek kognitív szerepe címmel tartott előadást, ami után én vitattam bizonyos tételeit, és nagyon kellemes vita alakult ki köztünk, majd ugyanez év decemberében az itt szintén jelenlévő Vékás Lajos alelnök megkérte Kertész Andrást, hogy szervezzen egy nyilvános vitát köztünk, amit a feltétlenül jelenlévő Plé Csaba moderálásával lezajlott az akadémia könyvtárában. Én ilyen Barclay-szerű érvekkel, meg logikai módon próbáltam vitatni akkor Kristóf gondolatait. Nem nagy sikerrel, őt nem tudtam meggyőzni erről. Tény az, hogy Kristóf megjelentette ezt az előadását a Határok átlépése című sorozatban, az osztály sorozatában, Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében. És innentől most, miután olyan kiválóan fejezi ki magyarul, hogy mit gondolnak a kép imádók, vagy a kép a vizuális gondolkodást támogató szereplői a tudománynak, én itt Nyíri Kristófot fogom idézni. Az az elképzelés, hogy a szavak metaforikus egymásba kapcsolódásakor a képeknek közvetítő funkciójuk lehet, a fogalmi metafora elméletben fontos szerepet játszik. Lakoff és Johnson ezt az elképzelést azonban még semmiképpen nem állítja középpontba. A szerzők az idő elhalad mellettünk metafora két alesetét taglalják. Az egyik esetben írják, mi mozgunk és az idő áll, a másikban az idő mozog és mi állunk, és én erre találtam Léra Boroditskynak egy korábbi szép képét, ahol a felső képen ugye mi mozgunk, és az idő áll, az alsó képen pedig az idő mozog, és mi üldögélünk a kofferon. Ugye így képzeljük ezt el. Folytatom Nyíritől az idézetet. A képi sémákat
hangsúlyozza Johnson és Lakoff újra meg újra, nem szabad tényleges lelki képekkel összetévesztenünk. Mindazonáltal az utóbbi jellegű képek is egyre fontosabb szerepet játszanak a fogalmi metafora elméletben. A témát nagyon is előtérbe állítja Lakoff, a legfigyelemre méltóbb módon azoknak a szófordulatoknak a tárgyalása során, amelyeket Lakoff imageable idioms-nak, szemléltethető idiómáknak nevez, azaz olyan idiómáknak, amelyek konvencionális képeken alapszanak. Lakoff a valakit három lépés távolságra tartani idióma kidolgozott elemzését nyújtja. A magyar fordulat valamivel talán kevésbé képies, mint az angol, to keep someone at arm's length, vagyis hogy karttávolságra tartani valakit, és most Lakoffot idézi, Kristóf. Emberek százait kérdeztem meg, írja Lakoff, hogy ehhez az idiómához képet kötnek-e. Csak nem mindenki ezt teszi, és csak nem mindig ugyanaz a kép merül fel. A csak nemet azért húztam alá, mert az a csak nem az azt a 2%-ot jelenteti, akik a fantáziások. De ezt akkor még nem lehetett tudni. Nyíri Lakoffra hivatkozva egyetértőleg idézi a következőket Rudolf Arnheim Visual Thinking, vizuális gondolkodás című könyvéből. Itt Arnheimot idézzük. Ami a nyelvet a gondolkodás számára oly értékessé teszi, az nem állhat a szavakban való gondolkodásban. Inkább abban a segítségben áll, amelyet a szavak a gondolkodásnak kölcsönöznek, mielőtt az megfelelőbb közegben működik, tudniillik a vizuális képek, képzetek a visual imagery közegében. Folytatjuk Arnheimtől. A nyelvtudományból tudjuk, hogy olyan szavak, amelyek későbbi formájukban nem látszanak közvetlen észleleti tapasztalatokra utalni, eredetileg ezt tették. Számosan még mindig félre ismerhetetlenül képiesek. A modern európai nyelvekben a mély értelműségre alkalmazott profundus kifejezés a latin fundus, fenék szót tartalmazza. Vagyis még ma is ugyanazzal a szóval írják le a kút mélységét és a gondolat mélységét. És Szalamones a metaforákról szóló tanulmányában megmutatta, hogy e fajta naív fizika a legkülönbözőbb nyelvek képies kifejezéseiben fellelhető. Az általános nyelvszokás persze a pszichológiai folyamatot tükrözi vissza, melynek során a nem észleleti tényeket leíró fogalmak az észleletiekből származnak. A mi értelműség fogalma valóban a fizikai mélység élményéből fakad, mi több, a mélység nem pusztán alkalmas metafora a vonatkozó szellemi jelenség leírására, hanem az egyetlen módja annak elképzelésére. A szellemi mélység nem gondolható el a fizikai mélység elképzelése nélkül. Innen minden teoretikus beszéd képes jellege. Nyíri így folytatja. Vagyis a figuratív nyelv Lakoff-féle felfogása Arnheim képközpontú elméletéből sarjad ki. Ez az elmélet a nyelv teljességének testi tapasztalatainkban és környezetünk konkrét közvetlen adottságaiban gyökerező képiességét vallja, és persze minden metaforikusság képies jellegét. Nyíri a tanulmányát egy a nyelv vizuális eredetéről szóló, jó és spekulatív fejtegetéssel zárja le, amelynek a végén Balázs Béla, valamint Fónagyivel hasonló jellegű nézetei alapján vonja le a konklúziót. Idézem Nyíritől, alapszótárunk szavai azáltal jelentenek, hogy motorikusan leképeznek. De általánosabban is mondhatjuk, hogy minden szó jelentés kép. Mire vonatkoznak alapszavaink? Érzelmeinkre, testünkre, tagjainkra, testi környezetünkre. A alapszótárunkat azután metaforikus kifejezések bővítik. A metafora nem stíluselem, hanem kikerülhetetlen gondolati eszköz. Az élő, eleve metafora azáltal jelent, hogy belső képalkotásunkat mozgósítja. Annyiban mélyen egyetértek Nyírivel, hogy a metafora nem stíluselem, hanem a nyelv alapvonása. Erről beszéltem 6 évvel ezelőtt is. De most menjünk tovább. Már most mindezek számára az a fantázia egy olyan probléma halmaz jelent, amely valószínűleg megoldhatatlan a képbarátok számára. Ha ugyanis a nyelvi megértés vizuális alapon történik, akkor miért nem vette észre soha senki, hogy az a fantáziások máshogy értenek, vagy máshogy beszélnek? Miért nem vették észre maguk az a fantáziások, hogy másként értenek, hogy másként beszélnek? Kompenzáció ez? Vagy van egy alapvető általános nyelvfeldolgozási stratégiájuk. Vannak példák arra, hogy
észreveszünk, hogy mások nyelvhasználata nem tipikus nyelvhasználat. Ilyenek a szkizofrének, akikről a múlt század közepe óta jelennek meg tanulmányok, hogy a metaforikus megértésükkel baj van. Egy 2018-as nagyon sok cikket áttekintő úgynevezett survey article-ben Rossetti és társai konklúziója a metaforákat tekintve ez. Idézem. A beszámolók meglehetősen következetesek abban, hogy míg a metaforák az egészséges emberek számára intuitív módon érthetőek, ezek nagyobb kognitív igényt támasztanak a szkizofrén alanyokkal szemben. Általánosságban a szkizofrének nehezen értik meg mind az újszerű, mind a konvencionális metaforákat. Vannak aztán szélsőségesebb esetek, mint a Williams-szindróma és a Down-szindróma, ahol a téri nyelv sérülései és atipikus nyelvi teljesítmények tapasztalhatóak, de mind a szkizofréneknél, mind ebben a második esetben más mentális tünetek is érzékelhetőek, fejlődési rendellenesség, értelmi fogyatékosság, ami az afantáziások esetében egyszerűen nem áll fenn. Hogyan értelmez az afantáziás? És most halljunk egy valódi afantáziásnak az önbeszámolóját. Blake Ross, emlékszünk rá, Facebook informatikus, elég jól ismert név, egy hosszas blogbejegyzésben írja le az élményeit. Most megtudtam valamit rólad, és ettől megáll az eszem. Te el tudsz képzelni dolgokat az elmédben. Ha azt mondom, hogy képzelj el egy tengerpartot, el tudod képzelni az aranyszínű homokot és a türkiszkét hullámokat. Ha egy piros háromszöget kérek, az elméd rajzolni kezd. És anyukád arca? Természetesen. Te ezt máshogy éled meg, az biztos. Néhányan fotorealisztikus tengerpartot látnak, mások árnyékos rajzfilmet. Egyesek ki tudják pótolni, mások csak olyan strandot látnak, ahol már jártak. Megint másoknak keményebben kell dolgozniuk a vászon megfestéséért. Metafora. Néhányan nem ragaszkodnak sokáig a vászonhoz, de szinte mindenkinek van vászna. Nekem nincs. Egész életemben nem képzeltem el semmit. Nem látom apám arcát, vagy egy pattogókék labdát, a gyerekkori hálószobámat, vagy a 10 perccel ezelőtti futást. Azt hittem a barikák számolása, ugye elalvás előtt, a barikák számolása egy metafora. 30 éves vagyok, és soha nem tudtam, hogy egy ember képes ilyesmire. És ettől megáll az eszem. Ez Blake Ross. Ha azt mondod, hogy képzeljek el egy strandot, akkor töprengeni kezdek a strand fogalmán. Tudom, hogy van homok. Tudom, hogy van víz. Tudom, hogy van ott egy napkorong, talán egy vízimentő is. Tudok tényeket a strandokról. Felismerek egy strandot, amikor meglátom, és magával a szóval képes vagyok verbális tornamutatványokat végezni. De nem villannak fel nekem azok a strandok, amelyeken már voltam. Nincs vizuális, hangi, érzelmi vagy egyéb érzékszervi tavaszoltam. Nem vagyok képes semmilyen mentális képet alkotni a tengerpartról, akár becsukom, akár kinyitom a szemet, akár egy könyvben olvasom a szót, akár órákon át a gondolatra koncentrálok, vagy éppenséggel akár a parton állva. És én Miami-ben nőttem föl. És aztán folytatja azzal, hogy dialógust kezdeményez a munkatársaival. Van nekem egy teljes hangom, Milk Voice, így hívja. Az a monoton belső monológ, amelynek nincs hangszíne vagy jellegzetessége, mint amikor azt mondjuk magunknak, ne felejts el tejet is venni. Mi jár a fejedben egész nap, ha nem látni való kis hangok? Mindig csak narráció. Állandóan. A tejhangos párbeszéd végtelen forgatókönyve. Álmodsz-e? Nem, vagy nem emlékszem rájuk. Volt néhány álmom, de nem volt vizuális vagy érzékszervű összetevője, amikor felébredek, csak egy listán van a történtekről szóló cselekménypontokról. És így emésztem meg a szép irodalmat is. Hogyan képzelsz el dolgokat? Először egy főnév jut az eszembe, a tejhangon. Túró gombóc. Aztán eszembe jut egy ige, köhög. Illusztráció. Végül egy melléknév, szőrös. Legyen például egy szőrös szörnyeteg, amely túró gombócot köhög ki. Most kíváncsi vagyok, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban. Bárcsak ijesztőbb lenne. Jó pontot kap a fogyókúrájában, amikor köhög? Sós vagy édes a tüsszentése? Ez nagyon nem hatékony módja annak, hogy elképzeljem a dolgokat, mert nem tudom az eszemben tartani a jelenetet. Emlékeztetnem kell magamat, hogy a szörny szőrös és a tüsszentés sók a kékezződ pulton ülnek. De mindig azt hittem, hogy ez így megy.
Eric Herbuzo egy jótékonysági szervezet vezetője Amerikában, ő is hafantáziás, neki is van egy beszámolója. Ha arra kérsz, hogy képzeljek el egy szivárványt, becsukom a szemem, és nem látok semmit. De az alapformát meg tudom mondani. Tudok egy ívet rajzolni, akár a kezemmel, akár úgy, hogy rajzolok az elmémben. De ismét idézőjeleket kell használnom, mert amit én gondolok, amikor ezeket a dolgokat mondom, az nyilvánvalóan nem az, amit a legtöbb ember gondol, amikor ezeket a dolgokat mondja. Az egyes sávok színeit sorrendben fel tudom sorolni. El tudom mondani, hogy megjelenik az égen. De ezek közül egyik tulajdonság sem megfigyelhető. Ezek csak tulajdonságok felsorolásai. Nincsen megírva egy olyan szövegben, amit csukott szemmel is látok, csak tudás arról, hogy hogyan néz neki egy szivárvány, ha történetesen éppen előttem lenne. Ha kapok egy üres papírlapot, nem tudok egy körvonalat felidézni, de képes vagyok úgy mozgatni a ceruzámat, hogy megjelenjen a körvonal. Ezt a körvonalat létrehozom, nem pedig felidézem. És ugyanúgy tudom megrajzolni egy kép homályos körvonalát a fejemben. Amikor behunyom a szemem, eleinte fekete és üres. De tudok rajzolni egy négyzetet. És ez még mindig fekete és üres, de mégis tudom, hogy hol lenne az oldala, ha képes lettem volna bármilyen jelet tenni az elmém üres lapján. Olyan, mintha a fejemben lévő ceruza nem hagyna nyomokat, és mégis megismerhetem a még meg nem rajzolt tár tulajdonságait. Tudom, hány oldala van, nem azért, mert meg tudom figyelni, nem azért, mert meg tudom számolni az éleket, hanem azért, mert meg tudom állapítani, hol lenne minden egyes él. Vannak magyar a fantáziások is. Én ezt a bejegyzést egy vitafórumon találtam, az illető nem tudja magáról, hogy ő a fantáziás. Számomra kiderült, mert tudtam, hogy miről van szó. Olvassuk el, hogy ő mit ír. Én egy szagot se tudok felidézni. És igazából most a vizuális emlékeken is elgondolkodtam. Arra jutottam, hogy nálam elég vázlatos, még abban sem vagyok biztos, hogy vannak-e színek a képi memóriámban, vagy csak tudom a színét. Az még már gondolkodásmód és megfigyelés kérdése szerintem, hogy egy megfigyelt dolgot hogy memorizálsz. A tesóm például anno mindig kiakasztott, hogy minden olyan apróságra emlékezett, hogy a nagymamánál milyen színű a csempe a WC-ben, én meg még a saját házomban se tudtam. De még a szép irodalmat sem ugyanúgy olvasnak az emberek ebből a szempontból. Bevallom, amikor a leíró részek vannak, például szépen részletesen le van írva, hogy hogy néz ki a szereplő, akiről épp szó van, és az az étterem, ahol éppen vagyunk, akkor én unatkozom közben. Várom a bekezdés végét, és a fejemben megjelenik egy absztrakt férfi szereplő és egy absztrakt étterem. A párom meg szépen elképzeli, irigylem. A másik idézet egy STEM-tudóstól, egy természettudóstól van, aki remélem itt van most közöttünk, de nem kívánta, hogy névvel említsem, egy interjút adott, és ebben a következő mondta. Ha például egy órát beszélgetek valakivel, majd megkérdezik tőlem, hogy milyen színű volt az illető haja, akkor fogalmam sem lesz róla. De ha a beszélgetés közben magamban, vagy hangosan verbalizálom a hajszínét, tehát tudatosítottam, hogy szőke vagy barna, akkor már emlékezni fogok rá. Tehát mi a kompenzálás? Verbalizálással, szemantikus memóriával, vagyis a világról való tudásomat használom erre. És ez, most ebben nem megyek bele, hogy mit mondott Monczel. Itt van Herbuzo képen, aki azt mondta ebben a bejegyzésében, hogy hihetetlen, hogy ennyi éven át folyamatosan azt hittem, hogy az emberek átvitt értelemben mondják, valahányszor arról beszélnek, hogy különböző dolgokat képzelnek el, erre már láttunk. Itt vannak például a vakon születettek. Marina Bedni és munkatársai jó egy évtizede vizsgálják, hogy mi történik a vakon születettek látóközpontjával. És kiderült számukra, hogy többüknél a beszéd funkciókat veszi át a látóközpont. Ugyanakkor nem vizsgálják a vakafantáziásokat, pedig vakafantáziás is lehet, ezt is az interneten találtam, ezt a bejegyzést. Veleszületetten teljesen vak vagyok, és egyfajta afantáziám van, mivel nem vagyok képes más érzékszerveket használni a körülöttem lévő világ vagy tér vizuális ábrázolására. Más veleszületetten vakemberekkel folytatott beszélgetéseim azt mutatják, hogy nem mindannyian tapasztaljuk ezt. Sok vakbarátom tud mentális képeket létrehozni, érintés és hangok segítségével.
Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kutatási téma, amelyet elhanyagolnak, mert az emberek azt feltételezik, hogy a képi az egyenlő vizuális, és ezért a beleszületett vakság automatikusan a fantáziához vezet, holott ez nem igaz. Vagy itt vannak a jelenlő siketek. Van-e köztük a fantáziás? Ezt én nem tudom, ilyen bejegyzést nem találtam, de egy afantáziás jeltolmácsra rátaláltam, aki nem a képekre emlékezik a jelszövegekről, hanem azok tartalmára. És akkor most egy másik ausztrál új-dél-walesi kísérlet a végére. Dóz és társai azt nézték meg, hogy a jelen, a múltról és a jövőről való beszélgetésben milyen összehasonlításokat lehet tenni a fantáziások és kontrollszemélyek között. És a vizuális teljesítményben látjuk, hogy óriási a különbség, a kékek a kontrollok, a pirosak az a fantáziások, mindenhol szignifikáns különbség mutatkozik. De amikor elvégeztek egy nyelvi kísérletet, és egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen azt mondtam, hogy nagyon primitív nyelvi kísérletet, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi van, kivéve a perceptuális predikátumokat, ez a szí, a látni ige, és általában perceptuális predikátumokat, minden más tekintetben nem voltak különbségek a nyelvi teljesítmények között. Ez egy nagyon egyszerű nyelvi kísérlet volt, de ez volt a konklúziója. Ez Dózéktól idézem. Az afantáziások esemény leírásai nem különböztek szignifikánsan a kontrollcsoportoktól, az általunk vizsgált nyelvtani változák egyikében sem. Beleértve a szóbeliséget, szavak száma mondatonként, vagy a hatnál több betűből álló szavak száma, a nyelvtani használatot, igék, melléknevek, segédigék, határozó szók, összes névás, személyes névás, általános, névelők, előjáró szók, kötőszók, tagadó szók, és az írásmód. Ugrok a következőre. Fontos, hogy vizsgálatunkban az afantáziások és a kontrollcsoport tagjai között nem volt szignifikáns különbség az eseményleírások hosszában és az afantáziások eseményleírásai. Minden más nyelvi vonatkozás tekintében, stb. Megfeleltek a kontrollcsoportokéinak. Mondom, nagyon egyszerű volt a kísérlet, gyakorlatilag statisztikát végeztek a használt szavak mennyiségéről, és nem azt, ami engem igazán érdekelne, a metaforakutatás. Nem lehetnek még valódi konklúzióim. Én, hogy úgy mondjam, anekdotikus történeteket ismertettem. Én nem vagyok kísérletes nyelvész, kíváncsian várnám a nyelvre vonatkozó kísérletes vizsgálatokat, amit érdekes módon az afantáziakutatók nem végeztek el idáig. De az tagadhatatlan, hogy nem képeket idéznek fel, hanem leírásokat, jellemzéseket. Nagyjából Berkeley definícióit és algebránájának felel meg. Az önbeszámolók arra mutatnak, hogy nincsenek problémáik a nyelvi megértés, általában a jelentések és közöttük speciálisan a metaforikus jelentések feldolgozása terén, továbbá nincsenek nehézségeik a nyelvileg világosan értelmezhető közlések produkálása terén. Az egyetlen alapos nyelvi felmérés eredménye is ugyanezt támasztják alá. Csak az érzékeléssel kapcsolatos igék és az epizódikus memóriával kapcsolatos feladatok mutatnak eltéréseket. Itt nem tagadok. Nem tagadom, hogy van vizuális gondolkodás, képekben való epizódikus emlékezés, stb. De mit állítok? Azt, hogy a nyelvi közlések, legalábbis a nyelvi közlések egy részének, beleértve a metaforákat is, lehetséges a vizuális értelmezése, de valószínűleg nem szükséges, és a mindennapi nyelvhasználatban felesleges is. Vagyis általában a nyelvi közlések megértéséhez beleértve a metaforákat is, nem szükséges a vizuális modalitás. Ez persze most, ahogy egy kedves tudós kollégám szokta fogalmazni, csak egy vélemény, előkelőbben mondva hipotézis. De a bizonyítás terhe a másik oldalon van. Az afantáziások vagy ugyanúgy látnak, mint a kontrollszemélyek, vagy máshogy beszélnek. Más alternatíva szerintem nincsen. Mik lehetnek a további feladatok? Összehasonlító tesztekkel mérni a nyelvi megértés sebességét, pontosságát, hatékonyságát a fantáziásokban és kontrollokban, agyi képalkotó eljárásokkal feltérképezni a nyelvfeldolgozási folyamatokat a fantáziásoknál és neurotipikus kontrolloknál, esetleg jelölő siket vagy beleszületetten vak a fantáziásoknál. Egy ilyen kiváló metafora kísérletet végzett el Furgács Bálint, remélem ő is itt van. És akkor végül köszönetet mondok Nyíri Kristófnak, akinek a témát köszönhetem.
Továbbá Kovács Ilonának és csapatának Gombos Ferenc, Gulyás Erzsi, Lovas Andrea, Söterisára, Zimán Gergőmmel megengedték, hogy kövessem az ő kutatásaikat, outsiderként beengedtek a megbeszéléseikre, és utolsó búcsóként első nyelvész tanáromnak, és annak, aki a múltkori laudációt tartotta, de ma már nem lehet velünk, Kiffer Ferencnek. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyívű és érdekfeszítő előadást, hogy én is a képimádók marmára hajtsam a vizet. Nagyon tényleg egy percig sem lankadhatott az ember figyelme, annyira izgalmas, érdekes volt, és hát a kísérleti jellegével együtt is, sőt talán éppen azért, vagy instatuna ascendi állapotában levő kutatás révén volt ennyire érdekes, és egyúttal képviselt rendkívül magas tudományos színvonalat. Ezt most már csak azért mondom, hogy örömmel megállapítsam, hogy Kenesei István teljesítette az akadémia előírásaiban szereplő követelményt, hogy tudnélik rendes tagnak székfoglaló beszédet kell tartania, ezért ünnepélyesen átnyújtom neki a rendes tagi oklevelet. Gratulálok!